Bocsánatot kért az ír miniszterelnök és az ír katolikus egyház vezetője is amiatt, hogy csecsemők ezrei haltak meg anyaotthonokban. Egy vizsgálóbizottság azt állapította meg, hogy 9000 csecsemő vesztette életét az egyedülálló nők és gyermekeik részére kialakított intézményekben az 1920-as és 90-es évek között. Bocsánatot kérek mindazért a rosszért, amit nemzedékeken át tettek ír anyákkal és gyermekeikkel az anyaotthonokban. Amint a jelentés megállapította, nem kellett volna oda küldeni őket. Bocsánatot kérek azért a szégyenért és megbélyegzésért, amit el kellett szenvedniük, és melynek terheit egyesek még ma is viselik, mondta az ír kormányfő. Mivel a terhesség megszakítás nem volt engedélyezett, sok szülésre kötelezett egyedülálló anya az egyház által működtetett otthonokba vonult gyermekeivel, akiknek neveléséről le kellett mondaniuk. Ami az anya és gyermek otthonokban történt, az a mi holokausztunk, mondta az egyik túlélő. 7,5 évtized alatt mintegy 56 ezer nő került anyaotthonokba, 18 ilyen intézményt tartottak fenn Írországban. A rossz bánásmód és az alultápláltság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az otthonokban az átlagosnak csaknem a duplája volt a csecsemő halandóság, minden hetedik meghalt. Eamon Martin érsek, az ír katolikus egyház feje, az egyházi és a társadalmi élet sötét fejezetének nevezte azt, amit a jelentés feltárt.